Sziasztok! Azért jöttem, hogy most bemutassam nektek Jack Vance Haldokló Föld meséi című sorozatát, ami 4 kötetből áll. A Haldokló Föld, a túlvilág szeme, Démon pikkelyek és a Rialto, a csodálatos. Ebből az első és az utolsó novellás kötetek, a középső 2 példány regény. Megjelent még a Ravasz Kugel című regény is, amit már nem Jack Vance írt, viszont mivel Jack Vance megírta a 4. kötetet a sorozatban, éppen ezért már nem minősül kánonnak, így más funkciója nincsen. A történet, tehát ez a regény, a Haldokló Föld volt az, ami végül nevet adott egy zsánernek. Egy teljes zsánernek a science fiction és a fantasy-n belül, ami olyan regényeket jelöl, amik évmilliókkal, vagy még többel a jövőben játszódhatnak, nem tudjuk, hogy pontosan mennyi éon telt el azóta, de eltelt, és ebben az időszakban a technológia, ami a mi szempontunkból nézve futurisztikusnak tűnik, már egy elavult ősi technikának számít abban a jövőben. Ez eltűnt, tovaveszett, és a jövőt megint egy középkorhoz hasonló világ vette át, de a mágiák, a szörnyek és minden, ami benne van, tudományos eszközökkel megmagyarázható, mert arra a technológiai civilizációra épül, ami már tova tűnt. De a mi szemszögünkből nézve, az a civilizáció egy jövőbeli civilizációnak számít. Gondolok itt például arra, hogy mutációk által okozott varázsképességek, vagy éppen fejlett tudomány által létrehozható robotok járnak ezekben a világokban, miközben mindenki úgy gondolja, hogy ezt bizony varázslat okozta, és azok a tudósok, akik ezeket tudják használni, varázslóként vannak nyilvántartva. Nekem egy kötetes angol nyelvű változat van meg, magyarul 4 kötetben jelent meg a sorozat, míg a 90-es években, illetve az utolsó a 2000-es években látott napvilágot, jó sok késéssel. Úgyhogy ha összekajátok gyűjteni ezeket a könyveket, akkor már most mondom, hogy antikváriumokban a legcélszerűbb keresni őket. Annyira nem nehéz rájuk akadni egyébként. Tehát azt, mint említettem, a Haldokló Föld egy olyan világban játszódik, ami a mi nagyon-nagyon-nagyon távol jövőnk. Amikor a futurisztikusnak gondolt technológiák már elavultak, mítosszá váltak, az ezeket használó civilizáció pedig teljesen visszafejlődött egy középkori civilizációnak a szintjére, és mindenkit, aki ezeket a múltbéli vívmányokat nagyon jól tudja alkalmazni és használni, varázslónak neveznek, és általában elmondható, hogy ezt a világot ezek az emberek, ezek a varázslók uralják. A nap már narancssárgán van föl az égbonton, a hold pedig nagyon eltávolodott már a földtől. Tehát egy olyan földbolygón járunk gyakorlatilag, ami már, ahogy a neve is mutatja, haldoklik. Akármikor eljöhet a vég. És ahogy erre lehet számítani, ebben a világban nincs egységes civilizáció sem. A különböző városokat és falvakat elburjánzott erdők kötik össze, és előfordult az is, hogy a folyó egyik oldalán más népcsoport él, mint a másikon. Egy teljesen kaotikus világ, aminek látszik, hogy hiába vannak vezetői, azoknak nem célszerű egy államot megalapítaniuk újra. Tehát az emberiséget nem fogja össze semmi. Szerencsevadászok, bérgyilkosok, tolvajok és ilyen karakterek járják ezt a világot. Mondhatjuk azt, hogy ennek a könyvsorozatnak a főszereplői elég amorálisak. Nagyon sokan közül csak a saját boldogulásuk érdekében, illetve a túlélés érdekében tesznek meg mindenféle dolgot, és a központi alak, legalábbis a legismertebb alak ebben a szériában, Ravasz Kugel, na ő tipikusan egy ilyen figura, aki mindenkit szeret átverni, aki mindenkinek hazudik, de mivel egy elég vicces karakternek számít, legalábbis az írója tudta, hogy nem lehet komolyan venni Kugelt és az ő tetteit, ezért folyamatosan elérte azt, hogy Kugel mindig pórul járjon. Éppen ezért egy olyan gonosz karakter, akit igazából nem lehet kifejezetten úgy erősen utálni. Inkább az a nagyon szórakoztató, leginkább hókuszpókra emlékeztető gonosz karakterű. Akinek mindig van egy terve, aki mindig azt hiszi, hogy okosabb a másoknál, aztán végül vagy őt verik át, vagy végül ő jár pórul. De ne szaladjunk ennyire előre. Az első kötet, mint említettem, egy novellás kötet. Arra való, hogy megismerjük a világot, megismerjük a varázslókat, meg tudjuk, mit csinálnak, meg tudjuk, hogyan élnek. Emellett pedig megismerjük a szerencsevadászokat, akik a már letűnt civilizációk épületeit kutatják, varázseszközök után kutatva, amik ugye a mi szemszögünkből nézve valamelyik jövőbeli technológiának a vívmánya, és megpróbálják ezt eladni, vagy a szerencsések megtanulhatják használni, és akkor így ők is varázslóvá avanzsálhatnak.
Az első kötet, ugye mindegyik kötet ebben a könyvsorozatban rövidke, tehát ilyen épp hogy csak 200-250 oldalas hosszúsággal rendelkeznek, és elég könnyedén olvashatóak lennének, de Jack Vance gondoskodik róla, hogy azért ne legyen olyan egyszerű ezeket olvasni. Most nem arra gondolok, hogy a regény valami iszonyatosan nehéz nyelvezettel rendelkezne, de én például angolul olvastam a könyveket, és az én szókincsem nem mindig volt elegendő ahhoz, hogy szótározás nélkül olvassam őket, és ezt úgy mondom, hogy már van mögöttem 130 angolul olvasott könyv. Mégis megéri, mert Jack Vance nagyon szépen ír, nagyon választékosan ír, és a karakterei is nagyon érdekesen vannak megírva. Tehát nagyon jó karaktergárdát állít össze, és tekintettel arra, hogy egyikük sem az a kifejezetten dicsőség lovagja kategória karakter, hanem mindannyiukban van egy kis amoralitás, hiszen a világ ezt a tempót, ezt a fajta életvitelt diktálja nekik. Ez az első kötet. A második kötetben az óvilág szemében lép színre a már említett ravasz Kugel, aki megpróbál meglopni egy varázslót, azonban az átveri őt, és tesz neki egy szó szerint visszautasítatlan ajánlatot, ugyanis megparancsolja neki, hogy amennyiben elhozza neki a túlvilág szeme néven ismert varázseszközt, akkor hajlandó arra, hogy a büntetését elengedje. Ugyanis Kugelnek szépen, hát legyen egy annyi, hogy a varázsló Kugelre akaszt a szó minden értelmében egy földön kívüli teremtményt, aminek az a dolga, hogy megkínozza Kugelt, ha éppen nem úgy viselkedik és nem úgy cselekszik, hogyan azt a varázsló diktálja. Kugelt elviszi a világ egyik végére, ledobja, de retúrjegyet már nem ad neki. Úgyhogy Kugelnek meg kell szerezni a túlvilág szemét, és vissza kell térnie haza. Tehát meg van cserélve. A hősünk nem elindul, és aztán eljut valahova, hanem eljut valahova, és onnan kell hazajutni a saját erejéből, ugyanis nem igazán talál Kugel segítőtársakat ebben a világban. A harmadik kötetnek, a Démon Pikkelyeknek szintén Kugel a főszereplője, ugyanis a második kötet végén történik vele egy szerencsétlenség, és megint a világ másik végén találja magát, és megint haza kell verekednie magát valahogy. Viszont minden kötetben a világ jobban kinyílik, jobban megismerik ezt a káoszba süllyedt, dekadens világot, ahol mindenki egyik napról a másikra él, és mindenki megpróbálja átverni a másikat. Kugel pedig elég szépen megtesz mindent, hogy kihasználjon minden jóhiszemű embert, akivel összetereli a sors. De legalább harmadik kötettel lezáró Kugel története, és véleményem szerint egy egész korrekt befejezést kap. Valami ilyesmire számítottam én is Kugellel kapcsolatban. Az utolsó kötet, a Rialto, a csodálatos, már ennek a világnak a vezetőiről szól, a varázslókról. Ugyanis ott minden meg fogunk tudni róluk. Ez kifejezetten a varázslókra összpontosít ez a novellás kötet. Persze van központi alak Rialto személyében, akin keresztül látjuk ezt az egész felsőbb kasztot, hogy hogyan élik mindennapjaikat a varázslók, milyen problémáik vannak, mivel küzdenek meg, vagy éppen mivel nem küzdenek meg, és hogyan próbálják néhol egymást átverni azért, hogy még nagyobb hatalmat szerezzenek a világ fölött. Vagy hogy saját tudásukat bővítsék. Az egész szériából ez utóbbi kötet tetszett nekem a legkevésbé, mivel a varázslókra ebben a könyvben pont hogy nem voltam kíváncsi. Ugyanis van itt paráznaság, vannak orgiák, végtelen fogyasztás, és persze egymás hátba szúrása ott, ahol csak lehet. Az a tipikus ármánykodás és intrika, ami egy királyi udvart is jellemezne. Megjegyzem, hogy az első kötet megírása és az utolsó kötet befejezések között hát kb. Több mint 20 év telt el, tehát elkezdődött az 50-es években, röviddel a gyűrűkora előtt a regény kiadása, az utolsó kötet pedig már a 80-as években jelent meg. Úgyhogy érezhető Jack Vance-nek a stílusbeli változása is. Az első kötet novelláinak még van egy, hát ahogy említettem, nagy szókincse dolgozott, és nem mindig volt könnyen miatt fogyasztható számomra. Nem tudom, hogy a magyar fordítók ezt mennyire tudták áthozni, de Jack Vance-nek óriási szókincse van, és előszerettel alkalmazza őket, különösen azért, mert ez a világ ugye a középkorra szeretne emlékeztetni egy kicsit, éppen ezért a szóhasználat, a karakterek szóhasználata és a kommunikációjuk is ennek van alárendelve. Nagyon sok karakter használ nagyon olyan szavakat, amiket ma már nem használnánk az angol nyelven belül. Tehát nagyon régi, sok a régies szó, sok a régies mondat, használat is, régies kifejezések, tehát érezhető, hogy Vance egy archaikus stílusban
megírt science fiction sztorit akart elmondani, ami igazából a fantasyvel van keverve. Szóval egy nagyon érdekes és nagyon egyedi munkának számít a Haldoklóföld, ilyen téren ugyanis nagyon jól ötvözi a zsánereket, viszont nem egyszerűen fogyasztható a szövege. De egyébként ezt Vance a későbbi kötetekre elég tisztesen levet kőzi, és sokkal, de sokkal jobb stílusban írja meg, például a Démon pikkelyek és az első Haldoklóföld között, érezhető némi stílusbeli változás a sorozat előnyére. Csak az utolsó kötet az, ami nem kellett volna. A Haldoklóföld meséi egy érdekes, izgalmas, sok esetben szórakoztató és máskor kifejezetten humoros elbeszélés, mert ugye Vance nem sporolt a humorral, hiszen Kuggel csetlésbotlásai és az, hogy mindig pórú jár, kifejezetten szórakoztatóvá teszik mind a karakterét, mind a történetet, a világ pedig, amit megteremtett, a mai napig rabul ejti az embereket. Például, csak hogy érezzétek, mekkora hatással is volt ez az egész, nem csak az irodalomra nézve, hanem például a szerepjátékokra is. A Dungeons and Dragons szerepjáték a mágia használatát leginkább ebből a könyvből eredezteti. Tehát ez volt hatással az alkotóra, aki összeért annak a mágia rendszerét, és éppen ezért nagyon sokáig ez a fajta mágia rendszer volt ismert, úgy unblock a szerepjáték világban. Bár térkép korábban nem készült ez a világhoz, hiszen elég nehéz is egy ilyen kaotikus világhoz térképet rajzolni, évekkel később, amikor már a szerepjáték is megjelent a piacon a regénysorozat alapján, utána már megjelent a térkép is, ami segítséget nyújt ez a világhoz, úgyhogy aki nagyon akarja, az már könnyen megtalálhat egy hozzávaló térképet. Viszont, mint említettem, ezeket a könyveket antikváriumból célszerű beszerezni, mert már elég régen lettek kiadva utoljára. Úgyhogy végül is kinek tudom ajánlani? Hát a klasszikus fantasy rajongói, akik szeretik a klasszikus történeteket, azok mindenkiért tegyenek vele egy próbát, akik szeretik az apokaliptikus sztorikat, azok is, akiknek tetszettek az olyan könyvek, mint például a Tövisek hercege, vagy az Ötödik évszak, vagy a Jim Wolfe féle új napkönyve, akkor azok mindenképpen tegyenek vele egy próbát, szerintem nem bánhatja meg ezt senki. Aki szereti a sci-fi és a fantasy ötvözeteit, az is mindenképp tegyen vele egy próbát. Azonban, aki nem szereti a novella formátumot, egyetemszerűen az ne nagyon próbálja ki ezt a sorozatot, függetlenül attól, hogy szerintem ez egy határozottan egy jól felépített univerzum, illetve aki nem szereti a sci-fi és fantasy ötvözeteit, az se próbálja meg, akinek viszont nem tetszenek a gazdag szóvilággal rendelkező könyvek, hanem a kifejezetten az egyszerű, könnyen olvasható élményt keresi, nos, annak se érdemes tenni egy próbát, mert Vance nagyon irodalmiasan írt. Úgyhogy aki ezeket a könyveket olvassa, az nem csak egy 12-1 fantasy-t per sci-fit kap, hanem egy nagyon is érdekesen és jól megírt irodalmi szintű fantasztikumot. Én ennyi voltam mára, hamarosan újra találkozunk, addig is sziasztok, és olvassatok sokat!